Izgatottan gyakorolnak, próbálnak az első fellépésükre a határon túli magyar középiskolások olvasótáborának a résztvevői a paksi katolikus templomban. Egy héten keresztül a Cseresznyési Erdei Iskola épületében idén is 5 szekcióra bontva dolgoztak együtt a fiatalok. Irodalom, zene, újságírás, dramatizálás köré építették a jó hangulatot. A gyerekekkel, amikor együtt vagyunk, akkor mindig kinyílik a világ. Idén egy körsétát terveztem, hogy elsétálunk a versek mentén önmagunkhoz. A séta pedig a Sándorok körül forgott ezúttal. A Csengei Dénes Kulturális Központ által megszervezett idei tábor Márai Sándor, Vörös Sándor és Kányádi Sándor munkásságával foglalkozott. Mottójuk is Kányádi Sándor idézett: egyetlen hazánk van, ez a magyar nyelv. Az érdekes ilyenkor, amikor az, hogy magyarok, de mindenhol kicsit máshogy beszélnek, és akkor ilyen ezek a tájszólás különbségek, ezek nagyon visszesek tudnak lenni. Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből összesen 42 diák érkezett. Természetesen a műhely munkák jó hangulatban zajlottak, melyek mellé szabadidős programok is társultak.